Szurkolástól volt hangos a kazinci, nem túl tágos tornaterme, az iskola röplabda csapatát biztatták a diáktársa. A negyedik korcsoportos fiú röplabda diákolimpia vármegyei döntőjére 3 együttes nevezett. A hazaiak számítottak esélyeseknek, és a nyírbátoriak 3-0-ás, valamint az ibrányiak 3-1-es legyőzésével érvényesítették is a papírformát Szántó Roland tanítványai. Az elmúlt éveket arra szántuk rá, hogy eljussunk erre a szintre. Tavalyi időszak nem volt a legigazán a legjobb betegségek és társai, de idén már úgy fel tudtunk készülni, hogy mind a harmadik korcsoportban, mind pedig a negyedik korcsoportban sikerült elhozni a vármegyei első helyezést, úgyhogy irány az országos selejtező, és szeretnénk nagyot álmodni a fiúkkal, úgyhogy országos döntőig reméljük, hogy eljutunk. Én mindig ötödikben elkezdem nekik tanítani a röplabdát, és ha kosaras vagy focista, valahogy megszeretik magát a sportot, hogy ugye alapvetően itt az egyéneknek a teljesítménye az, ami nagyon kimagaslik, és jobban kiüt, ha kevesen is vannak a pályán, és egyszerűen megszeretik magát a sportot, a szépségét, a mozdulatokat, és nem igazán kell győzködnöm a gyerekeket, hogy röplabdára csatlakozzanak hozzánk. Bár a férfi röplabdának jelentős hagyományai vannak Nyíregyházán, jelenleg nincs minőségi felnőtt együttes a vármegye székhelyen, így a fiatalok számára nincs olyan csapat, amely közvetlen motivációt jelentene számukra. Egy picit megnehezíti a dolgot, de a mai világnak a szépsége, hogy az interneten a gyerekek tájékozódnak, és nagyon sokan nézik a különböző válogatottaknak a röplabda mérkőzéseit, és van maguk előtt egy cél a gyerekeknek, és ha lehet ilyet mondani, akkor egy-kettőnek azért ki van tűzve célul, hogy akár későbbiekben egy férfi válogatott tagja legyen, vagy még esetleg valami nagyobb csapatban, Debrecenben, vagy és társaiban játszom, tehát nem kizárt. A kazinci mögött a nyírbátori Bátori István katolikus általános iskola együttese végzett a második helyen, a harmadik helyen pedig az ibrányi református iskola csapata zárta a tornát. Az első két helyezett bejutott az országos elődöntőbe, amelynek helyszínéről később dönt a Magyar Diáksport Szövetség.